sono mille ragazze che arrivano dopo un bel leadership di qualsiasi tipo, io quando si viene a dire sveglito, vinto sveglio di portando un po' nel esercito di un'altra di numerci, un due di fine, poi ci faccio fino a chiudere le fiere. Most
országos bajnoki címek győztesei, Európa-bajnokságok és világbajnokságok résztvevői érmesei mutatják meg, hogy mire képesek. Ma az elődöntőknek erősor, holnap pedig az aranyérmekért csapnak össze a fiatalok. Egy nagy tapsot hadd kérek még egyszer a versenyzőknek és edzőiknek. Kedves nézők, kívánom, hogy egy remek élmény legyen önök számára ez a viadal. Ajánlom, hogy vásároljatok majd tombolát, hiszen nagyon sok szép eremény vár látok. Legyen ez egy sportszerű és nagyszerű verseny. Még egyszer egy óriási taps mindenkinek! And ladies and gentlemen, my friend Leo. Bună ziua tuturor, bine ați venit la 5-a ediția Cupei Tatăl Tău, Gheorghe. Astăzi și mâine se vor întâlni aici cei mai buni sportivi din două țări, se vor lupta pugiliștii ai loturilor naționale și reprezentanții cluburilor din Ungaria și România. Și bineînțeles, cei mai buni sportivi ai clubului Gazdă, ACS Box Codaco din Transilvania. Continuă astfel seria Cupelor Tatăl Tău, care se așteaptă să devină un turneu internațional la care se vor întâlni elita boxului european și mondial în următorii ani. Dar aici și acum câștigătorii campionatelor naționale, participanți și medaliați la campionatele europene și mondiale, vor arăta tot ce au mai bun. Astăzi vor avea loc semifinalele, iar mâine tinerii se vor lupta pentru medaliile de aur. Se aplaudă pe concurenți și pe antrenori să fie o competiție frumoasă și spiritul fairplay-ului să învingă. Cel mai bun sportiv să câștige. Mult succes tuturor! Ladies and gentlemen, last of all, Jan Eolan, IPO Technical Delegate in the Romanian Boxing Federation. Thank you so much, my friend. Hölgyeim és uraim, megegyétek meg, hogy a legnagyobb tisztelettel feltérjem Kelemen Hunorra, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének elnökét, hogy tartsa meg köszöntőt, illetve buzdító beszélgetést. Jó napot kívánok, bună ziua! Hölgyeim és uraim, én is mindig valamivel kezdő vagyok, életemben először vagyok boxringben, bevallom őszintén, utoljára egyetemista koromban verekedtem kocsmába, boxkezdő nélkül. Tehát most, amit csinálok, az annyira első, hogy csúszkodok én is, mert nem voltam boxmérkezésen soha, és nem álltam a ringben. Azt mondta Csergő polgármester, hogy nem egy kategóriába boxolunk, ezért engedékenyebb lesz, nem üt ki egyből engem, ő egy nagyobb súlycsoportban van, mint én. És megegyeztünk úgy, hogy ne várják azt, hogy itt most egy nagy ütéssel engem a polgármester úr kiüssön. Azok, hogy kipróbáltam, milyen lennem, működik, rendben van. Tehát kibírnék egy nagy ütés. Köszönöm szépen a Kodakó Ökörvívó Sportok elnökének, vezetőjének, Huszár Árpádnak a lehetőséget, és megragadtam az alkalmat, hogy gratuláljak ahhoz a munkához, és megköszönjem azt a munkát, amit az elmúlt években végeztek, hogy Székelyföldet, a székelyföldi sportolóknak, a Kodakó Ökörvívó Sportklubot néhány év alatt sikerült föltennie a térképre. Az ökörvívás térképére, a romániai, a magyarországi, az európai ökörvívás térképére, és most már azt is mondhatjuk, hogy a világ ökörvívás térképére is részt vettek egy olyan világbajnokságon, ahol szép eredményeket értek el. Meg vagyok győződve, hogy a következő években, a következő évek különböző mérkőzései. Sokat fognak hallani a Kodakóról, sokat fognak hallani azokról, a srácokról és lányokról, akiket itt Huszár Árpádék edzenek, készítenek föl, és az ökölhívás felett még megtanultak valamit. Ezt halljuk mindenhonnan. Megtanultak ezek a fiatal emberek valamit. Önbizalmat, önfegyelmet, rendet és olyan munkaikus, olyan életvitel, olyan munkamódszer, amely meghatározza biztos vagyok az egész életüket. És én ezt szeretem a legfontosabbnak. Hajrá Kodakó, hajrá Gyergyó, és azt kívánom, hogy mindig a sportban is szokott lenni, győzön az, aki a legjobb, aki a leggyorsabbat üt, aki a legnagyobbat üt. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și eu sunt începător, prima dată stau în acest ring. Și trebuie să recunosc că ultima dată când am participat la o bătălie mai semnificativă a fost în studenție, într-o cârciumă, nu într-o sală de box. Domnul primar joacă într-o altă categorie, este cu 10 kg
mai mare decât mine și mi-a promis că mă ocolește aici cu pumnul și nu mă va bate, dar eu sunt promis că astăzi vor câștiga cei care sunt mai buni, cei care sunt mai pregătiți. Vreau să folosesc de această ocazie să-i mulțumesc domnului Huța Arafat pentru tot ceea ce a făcut în acești ani. A reușit într-un timp foarte scurt să pună Gheorghenul, să pună sportivii de la Clubul Sportiv Budapest pe harta boxului european și chiar mondial. Vă felicit și succes pentru toți cei care vor participa la această competiție deja tradițională, tot acum din Gheorghen. Vă mulțumesc! Nagy tisztelettel felkérem Csendő Tibor Andrásnak, Gyergyó Szent Miklós polgármesterét. Köszöntse a versenyen résztvevőket, polgármester úr! Nagyon szépen köszönöm. Először is az elnökről szeretném megjuttatni, hogy másodszor vagyok ebben a ringben, úgyhogy itt is van egy kis előnyöm. De szeretném megjuttatni, hogy ebben a ringben, akik felőjönnek, mindig kesztyűs kézzel szoktak párni az ellenfélnek. Nem mind a politikában. A politikában is működik az adott kapu. Nemrég ünnepelt Szent Miklós napját, és ugye Szent Miklós szellemiségébe is a legfontosabb az, amikor adok, tehát az adományozás. Gondolom, hogy ez a szellemiség belengi ezt a szentélyt, ezt a tökölvívást, a kis küzdősportoknak ezt a szentélyét, és ezzel kapcsolatban ugye mindig arra megy ki a játék, hogy akkor hogyan adunk többet, mint amennyit kapunk. Na most a politikában is az adott kapok az mindig is működik, hiszen ettől szép a politika, ami különböző véletlen ingekben történik vagy játszák. De ugyanakkor én nekem még fontos a mai nap néhány olyan mozdulatot ellesni, hogy a jobb egyenes vagy a bal korok, az hogyan történik, mert lehet ezt a politikában is használni bizonyos helyzetekben. Mindenkiben szeretettel köszöntök. Elsősorban, amit említettem, ez egy szentély. Ha ma Szent Miklós élne és közöttünk, mint a tegnap előtt, ugye névnapját ünnepeltük és ide látogatna, szerintem szeretné ezt a helyet, mert úgy is hívják Szent Miklós, hogy a pofozós szent. Tudni kell. Vissza kell nézni a történetét, az, aki elolvassa, az látja, hogy a Likea zsinaton képes volt felpofozni a társait, a hitér, a kitartásért, az egyenességért. És itt valami történelmi sorszerűség van jelentősen, Lóson, hogy a pofozó szentnek a nevét viseljük, és íme itt épült meg Erdélynek, az erdélyi küzdősportnak, az ökölvívásnak ez a gyönyörű szentélye. És köszönet illeti mindazokat a szervezőket, és mindazokat a támogatókat, akik ezt itt létrehozták, és önmagában még a szentély akkor él, akkor van benne valóban csoda, és valóban hit, és valóban valami csodálatos, amikor hozzárendelődik a közösség, és az utóbbi 5 évben ez úgy gondolom, hogy megtörtént. Amikor a Tatá, ugye az ötödik kiadása a kupa rendezvénynek, a Tatártónknak, ami szintén egy történelmi név, mi helytörténeti szempontból tudjuk, hogy mi kellett ez a Tatártón kupa, ami ugyancsak a küzdésnek történelmi pillanata ennek a vidéken, és jól választott négy, amiben úgy gondolom, hogy egy nemzetközi verseny székére emelkedett, ennek a legszebb létjogosultság adja az elnevezése is. Úgyhogy gratulálok a szervezőknek, és ugyanúgy sok sikert kívánok úgy a román, mint a Magyarországon érkező minden ökölvívó csapatnak, edzőknek, és ugyanúgy sok sikert kívánok a bíróknak is. Buona ziua, osz a fiú kütmájszúr, rögösti utálát, de én ám szert a turíciua szültúli Nikolai, de nem úgy szüntok, hogy tor áll muncsidiul Gyorgyen, si a bizericsi, de si ezt egy lábul bizericsi, de rögösti utka, legenda szültúli Nikolai, vorbeste despre spiritul de adărui. Cred că pe platou ăsta toți participanții pugiliștii care intră în joc, tot așa se gândește în spiritul de a dărui ceva adversarul. Totodată vreau să spun că este un fel de
cum facul al istoriei, ceea ce privește că aici în Gheorghe s-a construit sanctuarul pugilismului și este deja un centru internațional unde cu toții cei care au venit din România și din Ungaria participat la această competiție de Totardo, deci Cupa Totardo, care în românește înseamnă Dialul Tătarilor, care a fost un eveniment istoric în secolul al XVII-lea. Astfel încât vă doresc succes pentru toată lumea și vă mulțumesc pentru organizatorii că și a cincea ediție, a doua în această sală, că trebuie știut că prima ediție s-a organizat în aer liber lângă Dâmbul Tătarilor. Deci, cred că această competiție este o competiție foarte importantă, mai ales că este o competiție internațională și, și participă cei mai buni puciniști din Ungaria și din România. Vă mulțumesc că m-ați invitat și am putut să adresez câteva cuvinte și acum termin, având de vedere că dacă mai vorbesc, pe urmă, felicitațiul ca o felicitări pentru toată lumea. Povere și nu știu să ne sete. Dacă cu școala de motor, prin Giorgio Sareo Universitas, în pastor că a tot pe botă, și de misele din dăm să primete o primă conoștere că asta poate ne vreo să te rispuntă un pic un păr, să ne primărim pe solită. Câte e ieșurări? Ladies and gentlemen, tehnica delegei Mihai Ion, Timișoara, România. And ladies and gentlemen, my friend, Lasco Leonard, IBA, Bucharest, Romania. Thank you so much. Hölgyeim és uraim, engedjétek meg, hogy beszólítsam a szorítóba a két napon át kiválóan ténykedő bírókat majd. Tolmányos József, IBA, olimpiai bíró Magyarországról. Ladies and gentlemen, József Tolmányos, IBA, olimpiai referee, Hungary. Hölgyeim és uraim, egykorom kiváló ökölvívó, mostanában jobb vezető és pontozó bíró. Ladies and gentlemen, Kitli Igyör, IBA referee Hungary. Hölgyeim és uraim, innen nem olyan messze, a szomszédból. Országosan jó barátunk, ladies and gentlemen, please my coming away, Sándor Kádár, IPA referee, Hungary! And ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, nem olyan régen bírói vizsgát, de már több nemzetközi mérkőzésen is. Kiválóan ténykedek! Zubika József, nemzeti bíró Magyarországról! Ladies and gentlemen, József Zubika, National Referee, Hungary! Tisztelt hölgyeim és uraim! A köszöntő beszédekben elhangzott, hogy egy szentély, hogy Székelyföld, Erdély szíve, az Erdélyi Vodafone Ökölvívó Sportegyesület. Hát hadd szólítsam a szorítóba, a lelkét és a megállodóját, Vastas Huszár Árpádnak! Taps, taps, taps! Azt kértem tőletek, hogy egy vastags annak az embernek, aki mert nagyot álmodni, a székelyföldi és az erdélyi ökölvívás szíve, lelke és motorja, figyelj az elején segíten. Taps, taps. Hölgyeim és uraim, Huszár Árpád! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek minden, aki itt van,
bíróknak, elnök úrnak, polgármester úrnak, támogatóinknak, barátainknak. Önök nélkül, önökkel együtt tudom csapőködni, úgy tudjuk nevelni ezeket a gyerekeket, megpróbáljuk a maximumot. Oda tenném elég, hogy abban a sportában, amiről becsatlakoznak, hogy a legjobbak tudjanak lenni. Ha nem tudnak a legjobbak lenni, olyan emberek tudjanak lenni, akik az életben megállják a helyüket is. Hasznos polgárra éreznek a helyzetnek. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, Huszár! Uraim, a legnagyobb tisztelettel arra kérnélek benneteket, hogy lassan majd foglaljatok helyet. De mielőtt ez megtörténne, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam én is. Olyan még egy barátomtól kaptam egy titulus, a magyar ökölvívás hangja. Hölgyeim és uraim, engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, mert a feleségem nem enged haza. Takács Benis Péter, keze vagyok, Tatabányáról Magyarországra!
itt ez a világítás egy kicsit kevés lesz, úgyhogy a ringbe majd kérnék több fehér fétát, világos féke, hogy legyen a mérkőzésen, hogy a vezető bírók pontosan lássanak minden, kérlek, hogy erre majd dolgozzatok rá, és nyugodtan jöhet ám az ezen a szünettel el. Thank you.
Jöjjön nyugodtan a tapsoknak, bizony. Bizony, bizony. Mert akár mennyire hiszitek, akár mennyire nem. Jó vagy a keresményközés. Thank you.
belül a közvetben. Thank you.
és ért el hatalmas sikert, hiszen első mérkőzésén a junior világbajnokságon a nagy esélyesre kikiáltott kazak versenyzőt búcsúztatta. Hadd kérjek tőletek egy óriási tapsot Benedek Péternek! Thank you.
ezen a mérkőzésen egyhangú pontozással győz. Ladies and gentlemen, this ball winner by points, unanimous decision. Red corner, Peter Benedek, Hungary, and Nikolaj.
seconds, half. Ladies and gentlemen, second round. Veuillez les joueurs en második menet. Szólító volt. Seconds of...